Egy rövid videófelvételt csinálok erről a készülékről. Sajnos a ismert zenei anyagtartalom miatt a YouTube erőteljesen letörli a videót, úgyhogy óvatosan kell vele bánni. Egy próbafelvételt csinálok most a készülékkel, ez is indítom a felvételt. Mivel indul el? Ja, pauzéval. Igen, már indult. Lenullázom a számlálót. Teljesen felújított verzióban van a készülék, úgyhogy gyönyörű szépen vesz fel, játszik le, a fej görgök nem kapottak. Jó állapotúak nagyon, nagyon megkímélt készülékről van szó. Igaz, el volt rakva elég hosszú időn keresztül, ezért teljesen újra kellett szíjáztatnom. Szakszervizbe csinálták természetesen, de teljesen hibátlan működés jellemzi a készüléket. Oda-vissza játszós, számszünetkeresős, Dolby BC szisztémás, tulajdonképpen mindent tud a készülék, és gyönyörű szép hangja van. Hallgassuk vissza, jó? Ezt vette föl. Láthatjuk a felvétel jelszint, minden ugyanolyan, mint az előzőnél. Mondjuk egy elég agyon használt kazettára vettem fel, de nem, nincs jelentősége, mert szépen visszaad mindent. Más oldalra is át lehet váltani. Más oldalán... Ja, üres a más oldal, bocsánat. Ja, bocs. Rakok be egy másik kazettát, hogy másik kazettával is halljuk. Ezen alig, ha nem Pink Floyd van. Csoda szépen működik, és nagyon szép. A nagy kazetta ajtó miatt nagyon jó áttetsző az egész kazettának a megtekinthetősége, és tényleg csoda szép minőségben nyomja a dolgokat. Hát most pont a tréknek a vége van, de belepörgetek egy picit. Hát köszönöm szépen, hogy megtekintetted róla készült videófelvételem, ebben a készülékben biztosan nem fog csalódni, mert teljesen hibátlan működésű, szépen vesz fel, szépen játszik le, nagyon jó hangú készülékről van szó. És méltányos áron adom, 12 000 forint egy ilyen készülékért, kikiáltási áron nem pénz. Utána kinek mennyit ér természetesen, de 12 000 forint a induló licitje. Akár annyira tiéd lehet. Még egyszer köszönöm szépen, további szép napot kívánok!